Egymás után adták le a szavazataikat a Faddiak vasárnap délelőtt. A településen polgármestert választottak összesen 8 jelölt közül. Azért jöttem, hogy a saját szülőfalumnak az új polgármesterét megválasztjuk, és helyes irányítás alá kerüljön a falu. Reggel 6 és este 7 óra között 4 helységben voksolhattak a Faddiak. A település néhány hónapja leköszönt korábbi vezetője azt mondta, bárki is győz, támogatni fogja a munkájában. Bárki nyer, én nagyon szívesen segítek neki. Tehát nyilván még az alpolgármesternek át tudtam adni folyamatbeli ügyeket, de igazából majd a leendő polgármesternek kell átadni ezeket a folyamatban lévő dolgainkat. A nap során nem történt rendkívüli esemény. A részvételi arány 44,4% lett. Ez azt jelenti, hogy a 3340 jogosult közül 1471-en szavaztak. Folyamatosan érkeznek, és 7 órakor fognak zárni a szavazókörök, utána kerül sor a szavazatszámláló bizottságok által a jelöltekre leadott szavazatok megszámlálására. A nem végleges eredmény végül már jóval éjfél előtt megszületett. Eszerint Faddúj polgármestere a voksok 43,19%-át megszerezve Bordács József lett. Ő egy korábbi kampányvideójában mások mellett arról beszélt, arra törekszik majd, hogy különösen jó kapcsolatot alakítson ki a faddi civil közösségekkel. Faddért és Domborért szeretnék dolgozni, minden erőmmel, tudásommal és tapasztalatommal. Mindezt azért, hogy településünk jó életminőséget kínáló, biztonságos, szép és szerethető legyen. A faddi polgármester választás véglegesített eredményére várhatóan még néhány napot várni kell. A jelöltek ugyanis fellebbezést nyújthatnak be.